ami a képzésben módosult meg tavaly óta, hogy különösen nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a diákjainknak minél több segítséget nyújtsunk abban, hogy nyelvvizsgát szerezzenek, illetve a fakultációs képzés keretein belül differenciáltan is készítünk az emelt szintű érettségire, hiszen a felsőoktatásba jutás feltétele ma már egy nyelvvizsgának, illetve kötelezően egy emelt szintű érettséginek a megszerzése, úgyhogy ezt mindenképpen szem előtt tartjuk, hiszen a diákjaink elsősorban egyetemre készülnek. A hatosztályos gimnáziumi képzésünk kiemelten tehetséggondozással foglalkozik. Ebben az osztályban egy digitális oktatást kívánunk megvalósítani már hetedikes koruktól kezdődően. Ez a Microsoft Innovatív Iskola programra alapul, amelynek 2018 óta vagyunk a tagja. Modern oktatási környezetben tanulhatnak a diákjaink. Kiemelt hangsúlyt kap a foglalkozások során a kreativitás, a probléma megoldásnak a fejlesztése, az együttműködésnek a fejlesztése, tehát minden olyan készség és képesség megjelenik ezeken a foglalkozásokon, amely aztán van minden egyes szakma területén kiemelt fontosságú, tehát majd kilépve az iskolából ennek előnyeit majd a diákjaink is megtapasztalják. Barátokra tettem szert, illetve úgy érzem, hogy az oktatás egy általános iskolához képest szerintem már 7.-8. osztályban is nagyon jó. Iskolánk másik nagy erőssége, hogy egy kis vagy egy közepes kis gimnázium, tehát nagyon családias hangulatban telnek a mindennapjaink, amelynek köszönhetően a tanulmányi eredményeink is erősebbek. Nagyon jól felkészített, ez így az érettségire is, úgyhogy megéri. Azért érdemes a gimnáziumunknak a képzéseit választani, mert nagyon magas szinten, magas elvárásrendszer mellett, nagyon jó körülmények között, tehát a gimnázium jól felszerelt, tapasztalt kollégáink vannak, a fiatal kollégák pedig új lendületet hoztak a tantestületbe, emellett pedig egy nagyon bensőséges, a diákok érdekeit szem előtt tartó tantestülettel rendelkezünk, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a gimnáziumba.